Apollon nevezetű színházról van szó, színházépület, középület. A mi historizmusunkra, erre az európai historizmusra nagyon emlékeztető stílusban épült, gyönyörű, díszes, fel van újítva, majd fogják látni a könyv elején. A másik épület pedig az úgynevezett Casa Kálnai, és ebben a Kálnaiban mi felismerjük jól azt a magyar nevet, amit ez az épület, ez egy modernista épület, ez az építőjéről, az építész tervezőjéről kapott, ugyanis egy testvérpár, György és András Kálnai kerültek ki Buenos Airesbe, és ott megépítették a modernista Buenos Aires-t a 20. század elején. És a második épület, amit ebből a könyvből érdemes lenne most megnézniük, az éppen az ő egyik nagyon szép modernista lakóházuk. Úgyhogy ebből már egy kis ízelítőt kaphatunk arról a Buenos Airesről, ami már a peroni időszakban is ugye megvolt, és ezek az épületek már ebben a 40-estől az 1970-es évekig terjedő időszakban, amiről most szó lesz, már álltak. Akkor én ezt oda is adom, és az első két címszót érdemes lenne megnézni. Közben, amit hallottunk, zene. Gábornak én átküldtem 2-3 zeneszerzőt, illetve címet, amit talán itt ízelítőként bedobhatunk, annál is inkább, mert ugye Peron feleségeihez kötnénk ezt a dolgot, és az Evita című musicalből hallották a részletet, gondolom sokan felismerték, ugye Andrew Lloyd Webbernek és Tim Rice-nak a musicalje, amiből film is készült Madonna főszereplésével, de utána számtalanszor feldolgozták ezt a motívumot, ezt a legfőbb dalát ennek a musicalnek, és a Sinéad O'Connort hallottuk itt éppen, aki énekelte ezt a részletet. És akkor hát vágjunk bele ebbe az egész korszakba szerintem, és egyáltalán a First Lady kérdésről szeretnék egy picit beszélni összefüggésben a majd, vagy hát előkészítve bizonyos értelemben a Peron feleségei témakör. Most tehát a demokráciához kapcsolódik egyáltalán a First Lady, mint fogalom, ugye? Az első asszonya egy országnak. És mi a szerepe demokráciában, és mi a szerepe diktatúrában a First Lady-nek? Majd erre szeretnék egy-két dolgot, egy-két példát mondani. Egyébként hát, ha a mai politika, a mai nemzetközi politikát megnézzük, ugye ez az Asma Assad nevezetű First Lady volt itten a figyelem középpontjában nem régen, ugye, hogy egy diktatúrában mit jelent az ország első emberének, a feleségének lenni, ugye ez amíg jól megy a szekér, addig egy nagyon szép reprezentatív szerep, aztán hát nagyon éles ellentmondás alakult ki például az ő személye kapcsán abban, hogy míg a szíriaiak nagy tömegei nyomorognak, addig ő a maximális luxus design termékekben duskál. Tehát ez volt egy ilyen, ugye a szíriai példa volt egy ilyen rossz példa. De Latin-Amerikában ennél sokkal jobb példák is vannak. Például a korábbi uruguayi elnöknek a felesége, a Mujica elnök, nem tudom, hogy ő róla hallottak-e. Minden esetre neki egy olyan felesége van, nagyon szimpatikus párt alkottak, egy nagyon puritán párost, aki saját maga is önállóan is egy karriert futott, a szenátus alelnöke volt, már a házasságuk előtt szenátor volt egyébként Uruguayban. Tehát ez egy másik fajta irány, az olyan politikus nő, vagy az olyan feleség, aki nem kifejezetten a férje karrierjéhez kapcsolódva csinál karriert, hanem önállóan is hát egy pályát épít. Na most a
a Perón-féle feleségek, azok teljes mértékben a Juan Domingo Perón politikai pályáját támasztották alá, és teljesen ennek, tehát az Evita, ugye, akiről ez a musical szól, aki a második feleség volt, ő is teljes mértékben alárendelte a személyiségét és a karrierjét a Perón kultusznak és a Perón politikai pályájának. De nem vele szeretném kezdeni, hanem akkor haladjunk kronológiai sorrendben. Ugye az Evitát mindenki ismeri, ő egy világmárka lett bizonyos értelemben, de a Perónnak három felesége volt. Az első felesége az egy Aurelia Tizón nevezetű hölgy volt, egy nagyon művelt zenetanárnő, és ő a peroni pálya korai szakaszában tűnt fel Perón mellett. Na most talán érdemes arról pár szót szólni, hogy hogyan indult ez az egész életpálya. Juan Domingo Perón egy viszonylag szerény családból érkezik, és innen fog felemelkedni egy katonai pályafutáson keresztül az ország első emberének a pozíciójába. Ugyanis ezt el kell mondanom az argentin politikai rendszerről, hogy nagyon hasonlít az USA berendezkedésére. Tehát amikor ezek a latin-amerikai köztársaságok függetlenné válnak a 19. század első évtizedeiben, akkor szinte kivétel nélkül, a kivételt Brazília képezi, ami monarchia lesz, de szinte kivétel nélkül az összes többi köztársasági keretben fog függetlenné válni. És ezek a köztársaságok alapvetően az Egyesült Államok politikai rendszerét mintázzák, és az Egyesült Államok politikai struktúrája, így ez a prezidenciális rendszer honosodik meg Argentinában is, ami azt jelenti, hogy a köztársasági elnök nevét ismerjük, a köztársasági elnök az, aki a hatalmat gyakorolja lényegében, és hát ilyen módon mondhatom azt, hogy az államfő az tulajdonképpen a hatalom, a legfőbb hatalmat koncentrálja, így Juan Domingo Perón is a saját kezében. Tehát ő ide egy katonai pályán át jutott el. Ez egyébként a latin-amerikai társadalmi mobilitásnak a hadsereg az lényegében az egyetlen intézménye, ami megadja azt a lehetőséget, hogy egy viszonylag szegény sorból induló fiatalemberből akár a marsalbot is a zsebébe kerüljön, és egy nagy karriert fusson be. És ráadásul ez a hadsereg egy össznemzeti intézmény, amelyik teritoriálisan is összefogja. Tehát nem csak a különböző társadalmi rétegeket mossa össze, hanem a különböző területekről, ugye ezekben a hatalmas, nagy latin-amerikai országokban nem mindegy, hogy valaki északi, vagy déli, nagyvárosi, vagy a belső vidékekről érkezik, és ezeket a különböző helyről érkezett fiatal embereket összedobja, összefogja, és egy nagyon erős kohézió alakul ki az intézményen belül, és tulajdonképpen ez az egyik oka annak, hogy mindig azt látjuk, hogy a katonák a latin-amerikai országokban gondolkodnak az ország sorsáról, és gyakorta időről időre beleártják magukat a politikai életbe. Tehát a katonai diktatúrák, a latin-amerikai katonai diktatúrák azért olyan gyakoriak, mert ugye ezek a fiatal emberek elhivatottsággal, ugye mentsen meg minket a jó Isten az elhivatott és túlságosan elhivatott vezetőktől, de minden esetben nagyon nagy elhivatottsággal vágnak bele az ország sorsának az irányításába, és gyakran a civil politika elé lépnek. Nos, hát Domingo Perón. Tehát Perón ugye 29-ben házasodott össze ezzel a nővel, tehát Aurelia Tizónnal, ekkor már 34 éves volt, és kapitányi rangban van a hadseregben, és katonadiplomáciai pálya előtt áll, és azért különösen fontos neki jó családból nősülnie, és az Aurelia Tizón egy ilyen jó családból való középosztálybeli hölgy, aki jó nevelést kapott, mert ugye egy katonatiszt nem házasodhat, nem vehet el akárkit,
rendezett családi háttér és a biztos anyagi háttér az nagyon fontos az ő pályájának az építésében is. És még egy dolog nagyon fontos, hogy ez a felesége nagyon jól tudott angolul, és a csak spanyolul beszélő tisztársai számára hozzáférhetetlen szakirodalmat szállította Peronnak, tehát mindent elolvasott, amit lehetett, és fordított neki, és ebben támogatta a karrierjét. Közben Peront a chilei, argentin-chilei követségre nevezték ki katonai attasénak, tehát oda ment vele a felesége, és ez a pálya, ugye egy ilyen diplomáciai irányt vett, és aztán majd 38-ban térnek ők vissza ebből, tehát a 30-as években diplomataként szolgál, és 38-ban hazatérnek, és az a szerencsétlenség történik, hogy egy gyors lefolyású rákban meghal Aurelia Tizon. A katonai pályát említettem, és a diplomáciai pálya talán nem is a chilei követség az igazán fontos állomása ennek, hanem ami ezután következik, az a római katonai attasé megbízatása, mert Peron pont akkor, pont Mussolinivel egy időben él Rómában, és ott teljesít szintén katonai attasé szolgálatot, és figyeli a peroni politikát, és ez lesz az, amit ő haza fog hozni. Nagyon imponál neki Mussolini, és nagyon imponál neki elsősorban Mussolininek a társadalom politikája és a társadalom filozófiája. A Carta del Lavoro, ugye a munkatörvénykönyvének tudnám fordítani azt az olasz szabályozást, amit ebben az időszakban Mussolini bevezett. És ebben ugye a korporatív szisztéma, aminek ugye a jeleit tulajdonképpen Magyarországon is bizonyos értelemben fölismerhetjük mai, ugye mi az a korporáció? A korporációk ugye, amikor hivatásrendi szervezeteket, tulajdonképpen az állam fölülről megszervezi mind a munkás érdekérvényesítést, mint pedig a munkaadói oldalt egy ilyen tanácsba szervezi, ott vannak a munkások képviselői, ott vannak a munkaadók képviselői, és ott van az állam, aki moderál, moderátorként, ugye a munkások jogainak az érvényesítését ő szabályozza, kiveszi a munkás szervezetek kezéből a tiltakozásnak, például a sztrájknak a jogát, és ebbe a kerekasztalba próbálja kanalizálni ezeket az összeütközéseket. Ugye? És ezt mindenféle hivatás, mindenféle foglalkozás kapcsán megteszi, és ezeknek a képviselőit persze bevonja az országgyűlés, a parlament, tehát a törvényhozás kereteibe is. Ott is ezek a korporációk, ezek a hivatásrendi szervezetek vesznek részt a törvényalkotói munkában is. Na most ez, ami nagyon imponál Juan Domingo Peronnak, és ez lesz az, ami el fog vezetni a justicialismo, vagyis társadalmi igazságosság filozófiájához. És akkor mutatnék egy kis szakirodalmat. Ez megint csak könyv, amit kézbe lehet venni, ha valakit érdekel mélyebben a kérdés. Horváth Gyulának a Peron életrajza magyarul is olvasható. Volt egy pár, a 90-es években a Pannonika könyvkiadó, amikor még működött, volt egy érdekes sorozat, a Fekete-Fehér sorozat címmel. És ebben ilyen páros életrajzok születtek, magyar, általában magyar kutatók tollából. Ilyen életrajzok, hogy Mao Tse-tung és Tito párba állítva, vagy Mária Terézia és Nagy Katalin párba állítva, és az egyik kötet, az egyik Peron, és a másik életrajz Che Guevara, ugye az azóta szintén kultfigurává vált latin-amerikai történelmi szereplő, argentin származású, csak hát a fő politikai tevékenységét azt Kubához köthetjük. Minden esetre ebben a monográfiában a Horváth Gyula nagyon pontosan leírja ennek a társadalom filozófiának, ennek a peroni társadalom filozófiának a lényegét, ami tulajdonképpen egy fölülről indított társadalmi reform lett volna,
ami egyébként a 30-as, 40-es években nagyon is jogosnak mutatkozik Argentinában, ahol az a helyzet, hogy tényleg nincstelen emberek tömegei élnek, és abszolút szabályozatlan a munka, a munkatörvénykönyve nincs, 8 órás munkaidő nincs, fizetett szabadság nincs. Tehát egy csomó olyan vívmány még előtte van az országnak, amit mondjuk az európai országokban már korábban, vagy akár nekünk természetes. Tehát ebben a történelmi pillanatban azt mondanám, volt is létjogosultsága egy ilyen fölülről indított reformnak. Most, ha megint csak ugye magunkra nézünk, akkor a mai Magyarországon viszont éppen ellenkező folyamatok zajlanak le szerintem, és éppen hogy a lecsúszás irányába, és az érdekérvényesítés megakadályozásának az irányába hatnak ezek a nagyon hasonló folyamatok. Egyébként a meggyőződésem, hogy ezeket a neolatin autoritáriánus rendszereket valaki tanulmányozza a magyar politikai rendszer soraiból, mert nagyon gyakran ráismerni bizonyos elemeire. Jó, tehát akkor Mussolini és Mussolini hatása és Aurelia Tizón. Menjünk akkor a Perón életrajza egy kicsit tovább, és nézzük meg a második feleséget, ugye ez a nagy Evita, ugye? Evita 1919-es születésű, és ő sem lesz hosszú életű, és érdekes módon hasonlóan rákban hunyt el, mint az Aurelia Tizón 1952-ben, de a Peroni két elnökség, a két első Peroni elnökség korára, illetve a Peroni politika fénykorára esik tulajdonképpen az ő házasságuk, tehát ő volt ez a bizonyos fő feleség. Ő egy kisvárosi lány, egy argentin kisvárosban született, egy földbirtokosnak és egy helyi asszonynak a törvénytelen lányaként. Ő aztán a későbbiekben veszi föl a vér szerinti apjának a nevét, a Duarte nevet, tehát őt igazából nem úgy hívják, hanem hát ezt majd, amikor a Peronnal hamarosan házasságra lép, akkor kezdi el használni. Minden esetre nélkülözésben telik el a gyermekkora, és hát egy ilyen furcsa jogi helyzetben, ugye a korabeli Argentínában a törvénytelen származás az eleve egy megbélyegzést jelent. Úgyhogy 14 éves korában ő elhatározza, hogy szerencsét próbál, és elmegy Buenos Airesbe, és ott színésznői karriert próbál építeni, és 1944-ben fogja megismerni a Juan Domingo Peront, és akkor itt megint egy érdekesség, és megint hát a társadalom politika felé mutató irány. Ugye a Perón az, mint mondtam, katonatiszt, és a katonatisztek között egy tiszti csoport, egy reformista tiszti csoport formálódik a 40-es években, amelyik aztán egy katonai puccsal át is veszi a hatalmat. És ebben a tiszti csoportban Perón már nagyon fontos szerepet játszik, titkára a leendő diktátornak, és aztán a katonai hunta kormányában meg is kapja a szociális ügyeket, mint tárcát. És ekkor a 1940-ben történik egy nagy földrengés, talán föl is írtam azt, hogy egész pontosan hol van ez a földrengés, de nem biztos, hogy most megtalálom a jegyzeteim közt. Nem tudom, hogy hova írtam föl. Minden eset, de egy San Juan nevezetű kisvárosban történik ez a földrengés, és hát ugye a katonai kormányzat, ugye az Egyesült Tisztek csoportja, és hát a 43 óta ugye a Ramon Castillo kormánya ellen fellépő katonáknak hát egy ilyen kicsit populista intézkedése az, hogy egy nagyon nagy szegélyprogramot indítanak a San Juanban szerencsétlenül járt földrengés áldozatai számára, és ugye Perón, mint a szociális ügyekért felelős miniszter, felel ezért a programért is, és hát ekkor találkoznak egy nagy jótékonysági teátrukolon,
akkor visszautalnak a könyvre. A Teátru Kolomban egy nagy jótékonysági színi előadás, vagy egy ilyen gálaest szerveződik, ahol Peron ugye, mint a felelős miniszter van jelen, és az Evita pedig, mint az egyik fellépő, és hát itt ismerkednek meg, és itt kezdődik el az ő szerelmük. 45-ben már össze is házasodnak, és hát ekkor már ugye nagyon közel van magának a peronizmusnak a győzelme, mert a peroni rendszer az lényegében a katonadiktatúrából nő ki. Hát most itt a részletekben nem mennék bele. Lényegében 46-ban szóval Peron ekkor már nagyon népszerű. Ebben a szociális miniszteri tisztségben ő nagyon közel kerül az egész szegény választókhoz és a munkás rétegekhez. És a katonai diktatúra őt bizonyos értelemben a sikertelensége folytán be akarja áldozni, és börtönbe csukják egy váratlan pillanatban egyik leghűbb és legnépszerűbb emberüket, és egy nagy tömegtüntetés végül is kihozza a börtönből Peron, és ezután játszva megnyeri a választásokat, és 46-tól ő Argentina elnöke. Na most hát ez az időszak, amikor már ugye házas párt alkotnak Eva Peronnal, és hát az Evita kultusz lényegében a peronizmustól elválaszthatatlanná válik. Meg kell mondjam, hogy éppen ezért az antiperonistáknak pedig szinte az ördög, és amikor Eva Peron meghal, történnek kísérletek a szentté avatására is, de végül is a holttestet el kell távolítani Argentinából több évre, mert az antiperonisták attól félnek, hogy ez egy kultusz hely lesz, egy peronista kultusz hely lesz majd. Tehát itt még nem tartunk. Na most, az Eva Peron egy nagyon vonzó nő, egy pici, nagyon energikus és nagyon aranyos, helyes nő, nagyon aktív, és a népleánya. Tehát ez mindig benne van az ő szerepében és a pozíciójában, hogy ő ugye szegény sorból, vidékről érkezett, és kiválóan meg is találja a hangot a városi legszegényebb emberekkel is, tehát úgy nevezzük őket, hogy descamisados, tehát az ing nélküliek, akiknek még ingjük sincs, ugye, annyira szegények. És mindenkit személyesen fogad, tehát tényleg hihetetlen energiái vannak a politikai. Ugye ez a személyes, ez a door-to-door politika, ez ugye most is nagyon halljuk ezt, hogy ez milyen fontos. Tehát ő valami ilyesmit csinál, abszolút személyesen tartja a kapcsolatot a potenciális választókkal, ugyanis mi történik ekkor Latin-Amerikában? Ez a korszak nem csak Argentinában, az összes latin-amerikai országban a tömegdemokrácia formálódásának az időszaka, tehát amikor elkezd fontos lenni a korábbi nagyon szűk elitpolitizálás helyett, elkezd fontos lenni a választó, a kiszélesedett választói tömegbázis, és ennek a minél jobb megszólítása. Tehát megjelenik a média, ugye a rádió elsősorban, de már a film is ott van, mint a tömegeket befolyásoló, különösen nagy írástudatlansággal működő országok esetében ez nagyon fontos, és minden esetre a választójog kiterjesztésével egyre fontosabb lesz az, hogy személyes kapcsolatba lépni a választókkal, és azokat valamilyen módon befolyásolni. Na most hát ebben lesz nagyon kemény politikai célokban lesz nagyon fontos szerepe Eva Peronnak. Egy nőmozgalmat is alapít, aminek persze semmi köze mondjuk a feminista elvekhez, hanem ez egy nagyon abszolút konzervatív és teljesen a peronizmus támogatására létrejövő szervezet. És kétségtelen sikere ugyanakkor ennek a szervezetnek, hogy 1947 szeptemberében a kongresszus megszavazza a női szavazati jogot Argentínában, tehát a női választójogot. Most, hogyha egy kicsikét összehasonlítjuk, nem tudom, van-e értelme, hogy ez mennyire éllovas világpolitikában, vagy mennyire nem, hogy vannak ezek a női választójogok. Érdemes erről egy pár szót beszélni? Tehát ugye Magyarországon először persze
1918-19-ben merül föl egyáltalán a női választójog kérdése, de hát ebben a korai időszakban nagyon sok megszorítással még. 1925-ben, 1938-ban újra fölmerül műveltségi cenzushoz kötve. Tehát mindig a diplomás nők, vagy a nagyon gazdag nők, vagy ilyesmi. És hát igen korlátozott, formális cenzus nélküli általános választójogot a nőkre 45-46-ban terjesztik aztán ki Magyarországon. Tehát ilyen szempontból a magyarokkal szinte együtt halad Argentina a 47-es időszakban. Európában egyébként legelőször Finnország, aki nagyon korai példa, 1906 óta lehet a nőknek szavazni Finnországban. Ami ugye Latin-Amerikában mindig érdekes, a spanyolok, azok egy ilyen közép utat képviselnek 1931-ben, amikor az első, második köztársaság, ugye a Franco előtti köztársaság megalakul, akkor megkapják a nők is a választójogot. De mondjuk Portugáliában ez az 1974-es szegfűs forradalom hozza el. Tehát az meg egy őrült késői példa, mert ugye ott a Salazar, az ráadásul hát ő szereti magát legitimálni a nyugat előtt a demokratikus látszattal, de amikor mondjuk 1933-ban az általa készített alkotmányt elfogadtatja, akkor két dolgot csinál. Egyrészt a családfőknek ad szavazati jogot ebben a kérdésben, vagy egyetértési jogot, ugye? Tehát csak a családfő. Ha véletlenül egy nő a családfő, akkor ő is szavazhat, de hát általában ez a férfiakra vonatkozik. Másrészt azt mondja, hogy a tartózkodás az igenlő szavazatnak számít, és akkor ezzel a két szabállyal valahogy eléri, hogy 98%-os támogatottságot kap. Hát végül is népszavazás volt, minden oké volt, de a szabályokat egy picit változtatom, hát ez is egy nagyon ismerős hát, módszer. Ugye, tehát a szalazarizmus idején nincs női általános választójog, sőt a családfők azok, akik szavazok. Egyáltalán a családpolitika nagyon érdekes, nagyon figyelemre méltó a szalazári családpolitika mai Magyarország perspektívájából. Tehát Portugáliában 74, de mondjuk egy ilyen francia példát is mondjunk, ott 1944-től szavazhatnak a nők. Szóval ez tulajdonképpen a korszakban egy, hát halad a korral éve a peron. 1949-re szerveződik meg egyébként ez az úgynevezett peronista női mozgalom, aminek ő áll az élén, és aztán ebből lesz a peronista női párt, tehát egyenesen párttá formálódik, de hát, mint mondtam, ez egy teljesen hagyományos, konzervatív családi értékeket képviselő párt. De vannak olyan felvételek, egyébként érdemes megnézni az Evitáról számos kép már az interneten hozzáférhető, azért is gondolom, hogy talán nem olyan nagy baj, hogy nem hoztam most ide illusztrációnak képeket. Tehát az Eva Peron látható, hogy csupa női közönség előtt, de hatalmas, több, nem tudom én, 10 000 nő előtt beszél az erkéről, és szóval ez egy tényleg működő tömegszervezet volt. Nagyon nagy lelkesedés, tényleg volt karizmája Eva Peronnak. 47-től egyébként már egy alapítványt működtet, Maria Eva Duarte Peron alapítványt, aztán ez 50-től már leegyszerűsödik Eva Peron alapítványa, és körülbelül ez az időszak, amitől kezdve már egy embléma az ő neve, tehát Eva Peron, azt mindenki tudja, hogy kicsoda. Annak, hogy ő egy ilyen új jótékonyságú alapítványt létrehoz, bizonyos értelemben az is az oka, és akkor itt visszalépek megint egy picit a First Lady kérdésre, az is az oka, hogy a tradicionális női szervezetek őt nem veszik be. Hiába ő Peron felesége, és hiába ő a First Lady, és hivatala szerint neki kéne ugye mindent vezetni és elnökölni, mint az első asszonynak. A Buenos Aires-i, vagy az argentin elit, a régi elit nem veszi őt be igazából maga közé, és nem ismeri el hát származása miatt. Minden esetre ez az alapítvány
ez adományokat gyűjt, kórházakat támogat, iskolákat támogat, árvaházakat támogat, tehát van tényleges karitatív tevékenysége, de emögött nem lehet nem észrevenni mindig a politikai hát felhangokat, illetve a saját tábor építésének a szándékát. 1948 megint egy nagyon fontos év, megint egy lépés történik, nyilatkozik Éva Peron az idősek jogairól, és nyugdíj emelést, és alkotmányban rögzített formulaként a nyugdíj rögzítését elvégzik, ami szintén egy nagyon előremutató társadalompolitikai cél abban a korszakban, Argentínában. És tulajdonképpen ez lesz majd az, ezek azok a társadalompolitikai tettek, amelyek oda vezetnek, hogy a peronizmus a mai napig él Argentinában, és hogyha a Cristina Fernández, ugye a Cristina Kirchner nevét, az előző elnöknek a nevét, ő peronista párti elnök volt. Tehát a mai napig, a 2010-es évekig él a peronizmus, ez teszi azt lehetővé, hogy 1970-es évek közepén, elején visszatér Juan Domingo Perón majd Argentinába, és lesz egy ilyen nagy comeback-je. Valóban az emberek emlékezetében minden diktatórikus vonása, személyi diktatórikus vonása ellenére ennek a társadalompolitikának van egy bizonyos pozitív emléke. A közben ugye Éva Perón úgynevezett életrajzot ír, La Raison de mi vida, életem értelme címmel, hát persze ez valaki más írja meg helyette, de ilyenfajta propagandisztikus jegyek születnek, a kultusz, ugye, ami körülötte formálódik, a kongresszus például a nemzet szellemi vezetője címet adományozza Éva Perónnak egy pillanatban, és mondjuk szintén egy ilyen személyi kultuszos vonásként tudnám emlegetni, hogy az ABC-s könyv Argentinában ebben az időben nem az A betűvel indul az első osztályban, hanem az E betűvel, hogy Éva Perón lehessen az elsőben. Na. De városokat neveznek el róla, ugye a szülőhelye környékén, és hát ugye azt már mondtam, hogy a halála után akár még a szenti avatását is kezdeményezik. Az első peroni periódus nagyon sikeres, ebben benne van a háborús konjunktúra is, tehát a második világháború után egy nagyon jó gazdasági háttér van Argentinában, és az 51-es választásokat lényegében játszva megnyeri Juan Domingo Perón, köszönhetően persze ennek a háttér munkának is, és a peronista napon 2 millió ember össze, hogy a kettős jelölést támogassa, Perón-Perón jelölést, tehát azt tervezik, hogy Perón lenne az elnök, és az alelnöki székbe kerülne Éva Perón. Ugye ez megint ugye csak az amerikai szisztémára. Most hogy álljak, hogy ez ne zavar? Így jó? Na. Tehát a Perón-Perón jelölés került terítékre, de ekkor már nagyon beteg az Éva Perón. És hát már nem vállalja azt, hogy ez a Perón-Perón dolog, ez majd a harmadik feleség esetében valósul meg, Isabel Perón a következő, aki ténylegesen Perón alelnöke lesz, és ténylegesen megpróbálja akár hát zökkenőmentesen átvenni majd Perón halála után az ő politikai örökségét, de ez nem fog sikerülni. Úgyhogy 1950-től szenved tulajdonképpen ebben a betegségben, ebben a rákos betegségben Éva Perón, és 52-ben a persze sima peroni győzelem és az 52-es beiktatása, az elnök beiktatása, az utolsó nyilvános fellépése Éva Perónnak. És 1952 nyarán, július 26-án meghal. A testét bebalzsamozzák egyébként. Most én itt lehet, hogy szívesen idéznék is a Horváth Gyulától egy részt.
pillanatra megnézem, hogy mi is akar ez lenni. Itt kijelöltem. Hát, na talán majd, hogyha lesz időnk még, és befejeztem, akkor visszatérhetünk az idézetre. Tehát bebalzsamozzák, és akkor még nagyon nagy kultusz övezi akár a holttestet is. Aztán majd az aramburu elnök, aki 1955 és 58 között tölti be Argentina elnöki tisztét, ő lesz az, aki teljesen antiperonista beállítottságú, és Milánóba viszik ekkora holttestet. Tehát egyszerűen el kell távolítani Argentina területéről. Aramburu elnök egyébként 55-ben úgy kerül hatalomra, hogy bár Perón maga is katona, és láttuk, hogy az egész peronizmusnak a genézise a katonai diktatúrában keresendő, de megint csak a katonák lesznek azok, akik fellépnek ő ellene is, és 1955-ben lényegében egy katonai puccs vett véget, nem tudja kitölteni a második elnöki ciklusát, egy katonai puccs vett véget az ő szereplésének 1955. szeptemberében. Ugye 16-án a katonai puccs megtörténik, és pár nap múlva formálisan is lemond, 19-én lemond Juan Domingo Perón Argentina elnöki tisztéről, ekkor már özvegy, és ekkor egy 18 éves emigrációs vándorlás kezdődik meg Perón részéről, és hát mi történik? Ugye ő meglakja lényegében az összes latin-amerikai diktátor házát, vagy szóval a vendégszeretetüket élvezi, amíg teheti, és szépen vándorol. Ez az emigráns vándorlásnak a részleteihez nekem is bele kell néznem a papíromba. Ugye elkezdődik, ugye nem luxus körülmények között, de egy polgári jólétet biztosítanak neki. Először is a Stroessner diktátor Paraguayba megy, 1955-ben Paraguay diktátora látja vendégül. És ez lesz ez az időszak, amikor Isabel Peronnal megismerkedik. Tehát itt pár éve özvegy, egy olyan 60-as ürge, elég jó kiállású, még mindig egy fes katonatiszt, és a 24 éves Isabel Peronnal ekkor találkoznak. Panamába látogat valamiért, karácsonyozni elmegy Panamába, és ottan hallja, hogy egy argentin táncos nő lép fel. És hát gondolja, hogy megnézi magának ezt az argentin táncosnőt, és itten találkoznak egy mulatóban. És hát ugye ez egy nagyon hasonló karakter, mint az Eva Perón, csak annak az intellektuális képességeivel nem rendelkezik, meg a karizmatikus vonásaival nem rendelkezik, de hát egy ilyen fiatal, ambiciózus, táncos nő, hát valahogy nagyon hasonló pályát fut, mint Éva, csak őt igazából a politika, én azt gondolom, én ahogy így látom az életrajzát, valójában mindig is hidegen hagyta, tehát ő nagyon szeretett főzni, szerette a zenét, nagyon érdekelte az okkultizmus, de lényegében csak mint Perón felesége kerül bele a politikába kicsit később. Először Uruguayban lép fel, és onnan vendégszerepelni megy el Panamába, és ez az a végzetes találkozás kettőjük között. 1956. januárjában, tehát karácsonykor találkoznak, és januárban már együtt élnek. És hát először Isabel Perón, mint titkárnő, mint gépírónő, és mint házvezetőnő szerepel mellette. Ugye tudni kell, hogy Perón nagyon katolikus, tehát valahogy az ő imidzsével nem fért volna össze az, hogy hát vadházasságban él együtt egy nővel. Ráadásul Eva Perón öröksége után 3 évvel újra megnősülni, hát ez egy szinte lehetetlen dolog volt. 56. augusztusában aztán ez a pár már Venezuelában van, Caracasban, ugye Marcos Pérez Jiménez neve, nem tudom, talán mond valamit, a venezuelai diktátor,
aki ellen aztán hamarosan merényletet követnek el, és akkor újból tovább kell állnia. Maga Marcos Pérez Jiménez bukása, ugye menekülésre készteti őket. 58. januárjától Dominikában vannak, Dominikai köztársaságnak a hosszú éveket töltő diktátora, ugye ez a Trujillo Molina diktátor, akinek Dominikával kapcsolatosan szintén vannak emigrációs kutatások, ahogy említettem az Argentinában dolgozó magyar építészeket, hát Dominikára magyar fegyvergyárosok kerültek, egy bizonyos Szabó, a keresztnevét nem is tudom, talán mindegy. Ha rákeresnek az interneten, Antonio Domingo Lilon, így ahogy mondom, nevére. Ő egy dominikai származású, de már hosszú évtizedek óta Pécsen dolgozó kutató, történész, és ő dolgozta föl ezt a magyar fegyvergyárosi témát. Ő, ez a Szabó Oda csomó magyar mérnököt is kivitetett, és tulajdonképpen a Trujillónak egy ilyen nagy kedvence volt, és exportra gyártották a fegyvereket, tehát az összes környező latin-amerikai diktatúrákat ellátták fegyverrel, és ez egy magyar vállalkozónak az érdeme. Nos, hát Trujillónál is megszáll Perón. Majd 1960-ban, 60 januárjában véglege az emigráció utolsó állomására Spanyolországba érkezik, ekkor már nem kísérletezik tovább a latin-amerikai diktátorokkal, hanem elérkezik Spanyolországba, pár hónap múlva Madridba, de nagyon érdekes, hogy Franco nem fogadja, gyakorlatilag nem áll szóba, ugye Francisco Franco rendszere van ekkor még, ugye 60-ban vagyunk Spanyolországban. Franco lényegében Evita miatt, tulajdonképpen azt kell mondjuk, megvetéssel kezeli a, úgy érezte, hogy Perón nem elég férfias, teljességgel alá van vetve a feleségének, illetve a felesége, ugye mindig a nők papucsa alatt működött, tehát nem tartja elég érdekes politikai partnernek. Hát én nem tudom, hogy ebben nem inkább az volt-e, hogy egy bukott diktátorról van itt szó. Na most Isabel Perón, aki egyébként 1931-es születésű, és még a mai napig él, úgy tudom, szintén Spanyolországban, de van egy nagyon jó honlap, hogyha valaki olvas angolul, akkor a Dead or Alive honlapot ajánlom. Ez a Dead or Alive, ugye halott vagy éle még, ez a honlapnak a címe, erre rá lehet keresni, és ezt folyamatosan frissítik, tehát ha egykor közismert személyiségnek szeretnénk tudni, hogy megvan-e még, akkor a Dead or Alive-ot ajánlom. Nos, amikor legutóbb rákerestem, még megvolt, Isabel Perón. Tehát az lesz mellette a szerepe, ugye a férje mellett az lesz a fő szerepe Isabel Perónnak, hogy az összeköttetés tartsa valamilyen módon az Argentinában megmaradt peronistákkal, és hogy ezt a peronista tábort újra valahogy össze kéne szedni, és aktivizálni kéne. Úgyhogy először 65-ben utazik Argentinába ezzel a céllal, és hát Buenos Airesben elkezdik előkészíteni lényegében a Perón hazatérését. Ugyanis hát az a katonai diktatúra, amelyik Peront kibiccentette az elnöki pozícióból, nem tud igazán mit kezdeni azokkal a hát nagyon súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal, amiben végül is Perón belebukik. Tehát az illegális, vagy hogy is mondjam, csak az utcai politizálás, az folyamatos, a gerilla mozgalmak, a tüntetések folyamatosak, az ország eladósodása nagy léptekkel halad előre. Ugye ezekben a latin-amerikai országokban függetlenné válásuk pillanatától halmozódik az államadósság. Először is egy nagyon furcsa, gyenge szerkezetű, a világgazdaságra nyitott, általában monokulturális gazdasággal kezdik meg az önálló fejlődésüket. Nagyon kiszolgáltatottak a világgazdaság alakulásának. Általában egy-két termékkel vesznek részt a világpiacon. Az argentinok például ugye nagyon jelentős a marha termelés, marha hús és bőr termelésük, gabona termelés. Tehát egy-egy ilyen exportcikk, amit
piacra tudnak dobni, és ha ezeknek az ára nem megfelelő, nekik a késztermékeket be kell szerezni, általában gyenge az ipar, a modernizációs programok mindig újra és újra nekilendülnek az import helyettesítő iparosítás programjának, de ez nem igazán szokott sikerülni. Szóval kiszolgáltatott gazdaságok, amelyeknek rögtön hitelfelvétellel kezdenek, a 19. század elején ezek angol hitelek általában, és a spanyol ellenes háborúra, illetve aztán pedig a belső polgárháborúkra mennek el ezek a pénzek. Nagyon nehéz dolga van Buenos Airesnek magának, a fővárosnak, illetve Buenos Aires provinciának, mert az egyáltalán nem egyértelmű, hogy amikor függetlenné válnak Spanyolországtól ezek a provinciák, hogy akkor ezek Buenos Aires fennhatósága alá fognak és akarnak majd tartozni. Tehát például Paraguaynak a kiválása. Paraguay lényegében ugyanabból az alkirályságból szakadt ki, amiből Argentina formálódik. Tehát Paraguay függetlensége például egy ilyen szeparatista törekvés, egy ilyen kísérlet, egy ilyen sikeres kísérlet, és Buenos Airesnek minden egyes tartománnyal ugyanúgy meg kell küzdeni. Paraguaynak sikerül, a többi tartomány az pedig végül is a köztársaság keretében argentin, illetve Buenos Aires-i fennhatóság alatt maradt. Tehát erre is rengeteg pénz kell, az államnak nagyon sok pénz kell, az államigazgatásnak, a hadsereg fenntartására nagyon sok pénz kell. Tehát itt is újabb hitelállomány gyűlik, és aztán ez a 20. század közepére nemhogy csökkenne, egyre tudjuk a mai napig egyre jobban halmozódik. Ugye ezek az országok, ezek a latin-amerikai országok lényegében csak a természeti kincseikkel tudnak a világpiacon kereskedni, tehát azt tudják felajánlani, és ez is továbbra is igen kiszolgáltatott helyzetbe teszi őket. Jó, tehát vissza Argentinához és a zavaros helyzethez, ami a 70-es évekre kialakul. Ugye 55-től 65-ben vagyunk, 65, eltelik 10 év Perón után, és nem sikerül megbirkózni ezekkel a problémákkal, és 65-ben kezdenek aktivizálódni egy rendkívül bizonytalan belpolitikai helyzetben, ugye, mint mondtam, sztrájkok és gerilla mozgalmak, és az ezzel együtt élő egyébként Perón nosztalgia, tehát ahogy mondtam, a Perón iránti jó szívvel való gondolás együtt működik ezzel a felfordulással, és már maga az argentin kormány is szeretné visszahívni Peront, úgyhogy a 70-es évektől elindul egyfajta puhatolózás, hogy az idős Perón ugye már ekkor 70 év fölött van, sőt, jóval. Hogy is vegyünk, 72-ben, amikor ő visszatér, már 77 éves Perón. Tehát az ő személyében látják a garanciát arra, hogy a társadalmi békét megteremtse, és valamilyen módon átvegye a hatalmat. Ugye a Perón harmadik elnöksége az így is fog indulni, hogy egy két pillérre épülő programot hirdet meg, ennek a programnak az előkészítésében, illetve az argentinai népszerűsítésében van szerepe Isabel Perónnak és az ő utazásainak. A programnak ugye az lenne a lényege, hogy a társadalmi béke és megnyugvás programját hozza ki. A terrorizmusnak és az állami terrornak egyszerre véget kéne vetni, hiszen ugye a terrorizmusra mindig az állami megtorlása válasz, és egyfajta gazdasági fellendülést szeretnének ezzel párhuzamban elindítani. És egy nemzeti, úgynevezett nemzeti tervezetet dolgoznak ki ezeknek a pilléreknek a mentén, az úgynevezett argentin modellt. Ebben ugye a Perónnak a régi vesszőparipája, a társadalom filozófiája és a gazdaság politikája kapcsolódna össze. És egy nagyon érdekes harmadik utas, egy bizonyos harmadik pozíciót jelentő külpolitika is ehhez tartozna, ami ugye az el nem kötelezett, ugye itt a hidegháború
struktúrájában vagyunk, és az el nem kötelezett országok felé igyekezne orientálódni Peron, tehát azt mondja, hogy ő a Szovjetuniótól és Észak-Amerikától is egyforma távolságot szeretne tartani, és egyfajta kontinentalizmusban gondolkodik, tehát szeretné összefogni a latin-amerikai országokat, egyfajta harmadik világiságban gondolkodik, tehát szeretné ezeket a, hát mostanában feltörekvő piacoknak nevezzük ezeket, már nem szabad őket a PC terminológia szerint fejlődő országoknak nevezni, mindegy, ezzel felé, a harmadik világ felé nyitás. Egyébként a szocialista országok közül érdekes módon Románia volt kitűzve, román látogatás, mint a legharmadik utasabb szocialista ország Románia felé próbált orientálódni. Tehát ez lett volna a külpolitikája. A társadalompolitikában visszaköszön megint csak az úgynevezett szervezett társadalomnak a koncepciója, tehát hogy megint csak ilyen szervezetenken keresztül vegyenek részt az egyes foglalkozási csoportok a politikában. És a gazdaságpolitikának ugye fő pillére lett volna az exportorientáltság, a gazdasági független külön út. Ugye ez is nagyon érdekesen visszaköszön a mai magyar tervekkel kapcsolatosan, ugye egy valami külön utat keresni, valami unortodox dolgot csinálni, valami egészen hát a hagyományostól eltérőt. Ugye ő is a hagyományos partnerek, Nagy-Britannia, Spanyolország, Észak-Amerika mellett egyfelől a közös piac felé, másfelől érdekes módon a KGST országok felé is szeretett volna nyitni, és Líbia stratégiai partnere lett volna az olaj miatt, tehát az Egyesült Államoktól való függés csökkentése vége. Kuba szerepe nagyon érdekes Latin-Amerikában ebben az időszakban, ugye az Egyesült Államok politikai nyomása, külpolitikai nyomása, az ugye Kubát teljesen elszigeteli Latin-Amerikán belül. Perón Kubáról úgy gondolkodott, hogy ez egy jó piac lenne, és hogy Kuba felé is lehetne nyitni. A mezőgazdaságnak jelentős támogatásokat szeretett volna juttatni adócsökkentés és hitelek formájában, és ugye a hús és a gabona export élénkítése lett volna. Na most ezek a fő pillérei ennek a politikának, amit ő Spanyolországban kidolgoz a régi peronistákkal együttműködve. Társadalmi szerződés címen, ugye itt megint a munkások, a munkavállalók és az állam egybeszervezését tűzi ki célnak, a béreket és az árakat szerette volna rögzíteni, és nagyon kemény fellépést hirdetett a terrorizmussal szemben. Ez tulajdonképpen nem fog sikerülni, ez a peronista program. De hát minden esetre megindul ez a kitörési próbálkozás. A 70-es években már a Perón elég sokat betegeskedik, úgyhogy hát amikor lényegében aztán a választásokra sor kerül, nem is ő maga indul, hanem a peronista párt színeiben 1973 májusában egy helyettes, egy úgynevezett Stroman nyeri meg a választásokat. Ez a Stroman a Hector Campora nevezetű politikus, és az Hector Campora lemond, egy hónap múlva rögtön lemond. Ott elkezdték, akkor nekünk abba kell hagyni? Nem tudom, lehet-e valami erővíteni. Jó, hát akkor lerövidítem. Összeéd. Jó. Tehát az Hector Campora megnyeri a választásokat, rögtön lemond Perón javára, és Perón lesz az elnök. De az ő halála az nagyon hamar bekövetkezik. 74 nyarán meghal, a felesége Isabel Perón lép a helyébe, és Isabel Perón viszont nem elfogadható a peronisták számára. Kihátrálnak mögüle, és megint jönnek a katonák, és megdöntik ezt a második peronizmust is, és elbukik ez a
ez az elnökség. És hát akkor hoztam még egy könyvet, akartam volna még itt a véres argentin diktatúrákról beszélni, de nincs időm, nincs időm. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem a téma az még nagyon kimeríthető, és egy, talán ha önnek még lenne kapacitása egy más alkalommal, akkor lehetne folytatni. Hát gondolom az érdeklődés megvan rá, mindenki bólogat, aki ide figyel, úgyhogy én nagyon élveztem. Egy apró kérdést azért föltennék, hogy ez a dél-amerikai történet, dél-amerikai kutatás, gondolom a hazai tudósi garnitúrának egy kisebb részét foglalkozza, ez a szakterülete, gondolom egy behatárolható személyek száma. Van-e eset tipje arra, hogy közülük kerül ki az a személy, aki ön szerint tanácsokat ad, vagy esetleg egy importált személy, ezt nem lehet tudni? Hát én úgy látom, hogy nagyon sok fiatal kutató van most a külgazdasági intézetben is meg. Tehát egy új generáció, új nemzedék, akiket mi nem is feltétlenül ismerünk tudományos konferenciákról, vagy ilyen helyekről. Szerintem egyszerűen kijött valaki az egyetemről, és ráállították, hogy olvasd ezt, írd ezt. Szóval én azt gondolom, hogy komoly szaktekintély, aki a mi szakmánkban van, nem ezek közül való, hanem valami, hát egyszerűbb, kevésbé képzett fiatal ember, én azt gondolom, hogy lehet. Vagy nem is feltétlenül latinamerikanista, hát lehet, hogy csak egy politológus, aki ezzel foglalkozik. Mert azt hiszem nem vagyok egyedül, aki úgy látja, hogy a mai vezetés inkább szeret a múltban nézni, mint előre. Vagy körbe egyáltalán a világban. Hát nagyon szépen köszönöm akkor az érdekes előadást, és bármikor, ha tudunk egyeztetni, akkor folytathatjuk. Köszönöm még egyszer.